ahhoz, hogy a természetes vízi halászat kérdését a hazai viszonyoknak megfelelő érdemben gondoljuk át, nem szabad figyelmen kívül hagyni a természetes úton kialakult és az 1850-es években mesterségesen leválasztott holtágokat. A halászat, a horgászat csupán akkor jöhet szóba, ha az ősi zsákmányszerzési tevékenység alapjául szolgáló halak életfeltételeinek alapja biztosított, így a víztestek jó vízminősége és jó ökológiai állapota. A vízkeret irányelv, illetve az országos vízgyűjtőgazdálkodási terv mindezt célul tűzte ki, azonban a víztestek minősítése sok esetben a víztest típusokra jellemző referencia adatok alapján történtek. A helyi sajátosságok ismeretének hiányában történt minősítések és ezek alapján kialakított intézkedési tervek több víztest esetében megnövelik az ökológiai katasztrófa kockázatát, a biodiverzitás elszegényedését, a hasznosítási lehetőségek beszűkülését eredményezik. A holtágak szerepe egyre inkább felértékelődik vízgazdálkodási, ökológiai, turisztikai és halászati, horgászati szempontból egyaránt. A legalább 4 hektár kiterjedésű, illetve az annál nagyobb holtág összesen 237 darab kerül leírásra dr. Pálfai Imre Magyarország holtágai című kötetében. Ebből 180 darab a Tisza völgyében található. A holtágakban tárolt víz összes térfogata átlagos vízháztartási körülmények között 119,4 millió köbméter. A számba vett holtágak összes területe, pontosabban átlagos vízfelületének nagysága 6978 hektár. A holtágak főbb hasznosítási formái a következők. Belvíztározás és belvíztovábbvezetés, öntözővíztározás és szállítás, halászat, horgászat, üdülés, vízisportok, ipari hűtővíz tárolása. A holtágok tulajdonviszonyai az elmúlt évtizedben lényegesen megváltoztak, és ma is változóban vannak. A kisfilmben szereplő felvételek többségében az ökológiai katasztrófa veszélyével fenyegetett Cibakházi holtisza területéről készültek, bár készülhettek volna sok hasonló állapotban lévő víztesten is. A folyók hullámterén kívül eső úgynevezett mentett oldali holtágak az említett tanulmányban és a szakmai gyakorlatban is csupán az átlagos vízfelületének nagysága alapján kerül a köztudatba. Azokon a területeken, ahol figyelmen kívül van hagyva a meder és az ökológiailag szorosan kapcsolódó parti terület egymásra épülő működése, fokozottan jelentkezik az ökológiai katasztrófa veszélye, a terület oly mértékű átalakulása, amely esetén a folyamat végén a víztest helyett egy fűzligetekkel tarkított rétet, azaz túrján fogunk találni, ahol aztán a víztesthez kötődő hasznosítási lehetőségekről már nincs mit beszélni. A holtágak környezetében a természet rendjét felülíró területhasználatok, az ökológiai egymásra épültséget figyelembe vevő agroökológiai potenciál törvényi szabályozás keretében történő meghatározásának hiánya eredményezte, a holtágak előregedési, feltöltődési folyamatainak rohamos felgyorsulását. A holtágak medrének állapotára általában az erőteljes feliszapoltság, a növényzettel való túlzott benőttség a jellemző. A parti területek állapota a hasznosítás jellegétől és mértékétől függ, állapotuk az idők során lerombott. A Cibakházi holtisza egyes területén másfél-két méteres lágyüledék mérhető. Megállapítható, hogy az állami tulajdon kivételével a holtág tulajdonosainak a holtág állapotát, sorsát befolyásoló területhasználatok, hatáskörüket és forrás lehetőségeiket meghaladóak. A szakmai és felügyeleti szervek értékelései, döntéshozásai a törvényi szabályozás kereteit betartva is több esetben ellentmondásosak. A holtágok jellemzően elsődleges hasznosítási funkciója a belvíztározás, a külső, pontszerű terhelések legnagyobb forrása, hiszen a belvíz szakmai körökben elismerten is az egyik legveszélyesebb szennyvíz. A külső, diffúz terhelések elsősorban a parti területek jelen gyakorlatban működő hasznosítási formáival magyarázhatók. A külső terhelések hatására a vízinövényzet burjánzása tapasztalható, melynek eredményeképpen a belső terhelések felgyorsulása hatványozza a feltöltődés ütemét. Ingadozóvá válik a vízminőség, felgyorsuló,
és ingadozó minőségű feliszapolódást, fokozott mocsárgázképződést figyelhetünk meg. A terhelések hatására felbomlik az ökológiai egyensúly, ami aztán a pusztulást, a biodiverzitás elszegényedését eredményezi. A biodiverzitás elszegényedéséhez hozzájárul még a jelen halászati gyakorlata is. A természetes vizekre jellemző halászati tevékenység jelenlegi gyakorlata szerint a természetes vízi halász megélhetése az általa kifogott hal mennyiségével egyenesen arányos. A halászok minél nagyobb mennyiségű zsákmány kifogására motiváltak. Megoldások és lehetőségek. A preventív védekezés keretében a károk megelőzése, csökkentése egyszerűbb feladat, mint az okozott károk helyreállítása. A külső, pontszerű terhelések esetében a befogadó pontok elé nádgyökérteres biológiai szűrőmezők telepítése. A cibakházi holtisze esetében ez összességében 4 hektár területét igénye jelenteni megoldást. A hiányzó fásszárú növényzet pótlása a külső, diffúz terhelések csökkentése érdekében a parti védősávok kialakítása, amely megköti a vízből, mocsárgázból felszabaduló széndioxidot, gyökérzetével, mint biológiai szűrőmezővel tisztítja a felszín alatt a mederbe érkező vizet, hűst, árnyat, táplálékot, életteret, bölcsőt, koporsót, energiát ad és klímát szabályoz. A biológiai és gazdasági funkciója mellett tájpotenciál növelő. A belső terhelések jelentős mértékű csökkentését a vízi növényzet szakszerű gondozásával, a lágyüledék eltávolításával érhetjük el. A hátrányból előnyt kovácsolandó, a cibakházi holtisze esetében a holtág rehabilitációt segítendő egy, a mezőgazdasági termeléstől területet nem elvonó, zöld energia termelés lehetőségét is magában hordozó, komplex megoldás került kidolgozásra. Azt a vizet, amelyről elűzik a halászszakmát, pusztulásra ítélik, de az a vízterület, amelyen a jelen halászati gyakorlata folytatódik, szintén pusztulni fog. A feladatokat tekintve a probléma igényesen szakmaibb és összetettebb annál, mint hogy azt a halászszakma kikerülésével meg lehessen oldani. Országosan javasolt lenne meghatározott területnagysághoz kötötten előírni a megfelelő szakmai végzettséggel és felkészültséggel rendelkező hivatásos halászok foglalkoztatását, akik naponta járják a területet, észlelik a természet minden rezdülését. E tekintetben gyakorlati példával a szintén természetközeli tevékenységet gyakorló hivatásos vadászok alkalmazása szolgálva. A hivatásos vadász folyamatosan megfigyeli és óvja, gondozza az általa felügyelt területen élő vadállományt és annak életfeltételeit, ellenőrzi a területet és ellenőrzi, továbbá segíti a legális vadászati tevékenységet, vadásztat. Ellenőrzési feladatokat lát el, jelentős szerepe van az illegális tevékenységek a mezei lopások visszaszorításában, megakadályozásában. A területen történő fegyveres jelenléte egyéb vagyonvédelmi, bűnmegelőző szerepet is betölt. Intézkedési joggal van felruházva. Naplójában rögzíti a tapasztalatait, megfigyeléseiről, tapasztalatairól tájékoztatja a felettesét, a fővadászt. A vad elejtésére irányuló tevékenysége minimálisnak mondható, a szakmailag indokolt állományszabályozásra korlátozódik. A rokon szakma jól működő példáját tekintve a vízminőségi, az ökológiai ismereteket, a halász és halőri feladatok felkészültségét összefoglaltan magába foglaló, képzettséggel és elhivatottsággal a hivatásos halászok alkalmazása értékteremtő. A hivatásos halász foglalkoztatása esetén a hal korlátozott mennyiségben történő kifogására irányuló tevékenysége az állomány folyamatos megfigyelésén túl a szelektáló halászatban nyilvánulna meg. A halászati tevékenység során kifogott tájidegen halak, amelyek jelenléte nem kívánatos a jó ökológiai állapot eléréséhez, a kifogott tájidegen halak elsősorban a víztest közelében helyben történő értékesítése megszervezésre kerülnek. A helyi halfogyasztás piaci feltételeinek megteremtése visszaszorító hatást gyakorolna az illegális halkereskedelemre, az orrfalászatra. A halállomány életfeltételeinek, szaporodásának, egészségi állapotának, fejlődésének
gyarapodásának folyamatos figyelemmel kísérése távcsővel nem figyelhető meg, megfelelő szakmai ismereteket és minimális halászati tevékenységet igénylő feladat. Az a gyakorlat azonban nem kívánatos, amely szerint a természetes vizeink halállományának kötelező pótlásánál, például a tájidegen halfajok telepítési tilalmán túl, nem tiltja a mesterséges haltenyésztésre kinemesített, szaporodásra képtelen hibrid halfajok természetes vizekbe történő telepítését. A hivatásos halászok alkalmazásának további anyagi előnyt jelentő lehetősége az idegenforgalom területén lehetőséget kínáló ökohalászat, amikor az érdeklődők számára aktív vagy passzív jelenlétet biztosít a halászat gyakorlati tevékenységénél. A hivatásos halász a vízminőség folyamatos műszeres ellenőrzését is végezhetné, a vizsgálati eredmények feljegyzése és továbbítása meghatározott személynek a feladat körébe tartozhatna. A holtágak jó vízminőség és ökológiai állapot elérése esetén, amennyiben a folyó értékes halállományának a foggazdálkodás halbölcsőjéből kikerülő ivadékai közül a holtágba is mentésre kerülnek, a mentett egyedek az őshonos halfajok genetikai puffereként is szolgálhatnak. Ezt a célt szolgálja még a helyi ívóhelyek védelme, továbbá az ivadéknevelés feltételeinek megteremtése is.